Magas vízszintek. A jégtorlódás miatt továbbra is harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Felső-Tiszán. Hamarosan kátyúznak. Csak a Magyar Közút 13,500 tonna kátyúzó keverék beépítését tervezi idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tartós hideg. 30 éve nem volt olyan mély fagy a talajban, mint idén. Egyes helyeken a 90 cm-t is elérte, ami megölhette a kártevőket. A jégtorlódás miatt továbbra is harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Felső-Tiszán. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A folyó tegnap Záhonynál tetőzött, jelenleg a Zsúr-Kalatti folyószakaszon van érvényben a legmagasabb készültség. Közben rosszabbodott a belvízhelyzet is, országosan több mint 40 ezer, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén pedig 5500 hektár áll víz alatt. Így néz ki a levegőből a Tisza felső szakasz a Záhony térségében. A folyó tegnap 727 cm-rel tetőzött a határvárosnál, az árhullám pedig most a Zsúr-Kalatti folyó szakaszoknál tart. A jégtorlódás okozta vízszintemelkedés hatása miatt Szabolcs-Veresmart és Nagyhalász között másodfokú, Zsúrk és Szabolcs-Veresmart között harmadfokú, Tiszabercel térségében pedig elsőfokú árvízvédelmi készültséget tartanak. A jégtorlasz, amely másfél és 3 méter közötti vastagságú, egyelőre nem mozdul. A szakemberek a Dombrád és Tiszabercel közötti folyószakaszon harmadfokú árvízvédelmi készültségi szint közeli vízállást várnak. Most ugye a torlasz továbbra is ebben az S-kanyarban, Komoró térségében van, és gyakorlatilag nem mozdult még az elmúlt pár órában, tehát ezért kellett harmadfokú készültséget elrendelni. Ami jó hír, hogy Záhonynál lassú, nagyon lassú, óránkénti 1-2 cm-es vízszint csökkenés észlelhető, úgyhogy ott most már lassan elkezdett apadni a folyó. Lejjebb ugye Dombrádnál másodfokú a készültség, illetve a Tokaj alatt lévő szakaszokon most úgy jelezték előre a vízjelzőszolgálat munkatárs, hogy elsőfokú készültséget kell majd elrendelni. Belvízzel elöntött területek Tiszabercel és Nagyhalász környékén, itt már másodfokúra emelték a belvízvédelmi készültséget. A megyében egyébként két település, Újfehértó és Tiszabezdét tart fenn a belterületen valamilyen fokú készültséget az elöntések miatt. A belvízhelyzet az egy kicsit rosszabbodott, több mint 40 ezer hektár most már az elöntés, és 35 szakaszon rendeltek el belvízvédelmi készültséget, ebből most már 14 szakasz másodfokú. Tehát az ott jelenti, hogy nem csak 12 órában, hanem váltott műszakban, akár 2x8 órában dolgoznak a szivattyúk. Összesen egyébként a tegnapi napon 138 szivattyútelep dolgozott, és ugye ennek nagy része az Alföldön, az ország keleti részén van. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban nem kell jelentős csapadékra számítani, és így folytatódhat az árhullámok levonulása. Hamarosan elkezdődhetnek a kátyúzási munkálatok. Csak a Magyar Közút 13,500 tonna kátyúzó keverék beépítését tervezi idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A téli ideiglenes burkolatjavításokat csak száraz felületen és 0 Celsius fok felett végezhetik a szakemberek. A tartósabb kátyúzási munkálatokra, azaz a meleg kátyúzó keverék beépítésére tavaszig várni kell. A hideg téli időszak a legnagyobb ellensége az útburkolatoknak, akár egy-egy hajszárepedésből is jelentős kátyú alakulhat ki, hiszen a csapadék befolyik a réseken, az a hideg miatt megfagy és tovább repeszti az aszfaltot. A nagy mínuszokkal társuló tél miatt sok kátyúval találkozhatnak a közlekedők. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatósága ebben az évben 13,500 tonna kátyúzó keverék beépítését tervezi, melyből 2,500 tonna kézi beépítéssel és 11,000 tonna pedig finiseres beépítéssel történik majd meg. Ez összességében több mint 500 000 000 forintot jelent. Ez a Nyíregyházi Tó utca idén ősszel várhatóan teljesen megújul, új burkolatot kap majd, ám addig nem maradhat ilyen kátyús. A közeljövőben a Városüzemeltető Társaság ennél a szakasznál is végez majd kátyúzási munkálatokat.
Múlt héten elkezdtük a tél okozta úthibák helyreállítását, folyamatosan végezzük ezeknek a kátyuknak a betömését, amint az időjárás engedi, akkor a három brigádunk kivonul és elvégzi az úthelyreállítást. Ez egy ideiglenes helyreállítás, a végleges helyreállítás, azt majd a melegasfaltos út felújítást fogja hozni, ami május-június hónap környékén tudjuk elindítani. A legtöbb közlekedő bosszankodik a tél okozta kátyúk miatt, sokan várják már a helyreállító munkákat. Nyilvánvaló, hogy mennyire tette tönkre az utakat, és hogy ez mit okoz a járművekben, nap mint nap tapasztaljuk, de gyalogosként is, amikor kerülgetni kell őket, mikor jönnek az autók, szerintem szörnyű. És minél előbb jó lenne megcsinálni, de ez a toldozgatás, fordozgatás nem hoz eredmény, mert évről évre ugyanez a helyzet, és egyre rosszabb. A megye több településén, többek között Újfehértón is elfogadták az éves költségvetést, a városban idén nem tudnak jelentős útfejlesztési munkálatokat végezni. Összességében az iparűzési adóbevételünk pedig 185 millió forint, tehát világosan látszik, hogy azokra a feladatokra, amire meg egyébként kellene többet fordítanunk, városüzemeltetés, útkarbantartás, útfelújítás, új utaknak a készítésére abszolút nem lesz forrás a költségvetésben. Ez pedig már a Nyírjas felé vezető bekötőút, a Nyíregyházától pár kilométerre található útért a Magyar Közút felel. A kátyús szakasz előtt tábla figyelmeztet, lassan kell haladni az egyenetlenségek miatt. A tervek szerint hamarosan ezen az úton is dolgoznak majd a közút gépei és munkatársai. Kátyúsak az utak Nyíregyházán, mert nem takarították el időben a havat, jeget. Az úthibák kijavítása sokkal többe kerül, mintha időben megakadályozták volna az eljegesedést. Erről a Jobbik Szabolcs-Szatmár Bereg megyei egyes számú választókerületi elnöke beszélt ma nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Lengyel Máté szerint, amikor januárban nagy mennyiségű hó esett, nem látták időben a sószórókat, hókotrókat dolgozni. Az elmúlt két hónapban annak a kárát láttuk, hogy milyen az, amikor nem készül fel a város. Ennek következtében szinte minden egyes utcán új kátyuk keletkeztek. A legnagyobb problémát azt jelenti, hogy akár a frissen egy-másfél éve feljavított úttesteken is újabb kátyuk keletkeztek annak következtében, hogy a télen nem lett eltakarítva a hó az utakról. Ilyen út például akár a Zárok utca, az Ószőlő utca, vagy például a Szemmelweis utca is járhatatlan sok helyen. 30 éve nem volt olyan mélyfagy a talajban, mint idén. Egyes helyeken a 90 cm-t is elérte, ami megölhette a kártevőket. Az őszi kalászosoknál most a hirtelen felmelegedés jelenthet problémát. Akkor nem lesz komoly kár, ha a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. Problémát okozhat a hirtelen felmelegedés az őszi kalászosoknál, főleg azokon a területeken, ahol vastag hótakaró borította a talajt az elmúlt hetekben, pedig ezek voltak eddig biztonságban a nagy hidegben. Ott, ahol nem volt hótakaró, akár az egész termés kifagyhatott. Körülbelül 25 ezer hektáron termelünk mi kalászosokat, búzát, titikálit, és 15 ezer hektáron, és rozsot, vagy 3 ezer hektáron. Ezek vannak most úgymond, várnánk, hogy egy kis jó idő életet keltsen bele. A más szántóföldi növényeknek a talaj előkészítése még egyébként is, az időjárás engedné, vagy a talaj engedné, sincs még itt az ideje, úgyhogy reméljük, hogy akkorra ezt a csapadékot eltárolja a talaj, ugyanis a talaj a vízgazdálkodás szempontjából még mindig el van maradva a sok éves átlagtól. Ha folyamatosan melegszik az időjárás, ez a csapadék mennyiség jól hasznosítható lesz majd a növényeknek, és nem okoz súlyos károkat. Rácz Imre szerint még korai lenne előzetes becsléseket mondani, az viszont már szinte biztos, hogy a fagy a gyümölcsösöknél volt a legkártékonyabb. Gyümölcsösökben, esetleg csontélyosoknál lehet, hogy előfordulnak, sőt biztos, ilyen fagyás jelei ma jelentkeznek, de mivel a meccéseket általában felfüggesztették erre a mínusz 15-20 fokos időjárásra hivatkozva, ugyanis a visszafagyás egy frissen sétett sebeken nagyobb károkat okozhatna. Én úgy gondolom, hogy meccéssel még lehet ezt korrigálni.
ugyanis nincs szükségünk annyi virágra, mint ami szokott megtörténni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy korai lenne még azt mondani, hogy ezekben a gyümölcsösökben is maradandó veszteséget okozhatott a hideg. A hideg a gazdák hasznára is válhat, akár a mínuszfokokban ugyanis kifagyhatnak a kártevők. Ez azért lehet, mert az enyhe télhez szokva nem ágyazták be úgy magukat, és a -20 fokot már nem bírták a talaj közelében. Az is pusztította a kártevőket, hogy idén a megszokott 15-20 helyett körülbelül 90 cm mélyen fagyott át a talaj az elmúlt hetek időjárása miatt, erre pedig már 30 éve nem volt példa. Elrendelte a nyírpilisi polgármester előzetes letartóztatását ügyészi indítványra a Máté Szalkai járásbíróság. Tudtuk meg ma a nyíregyházi törvényszéken. Toma Attila sajtószóvivő elmondta, a polgármester ellen csalás, uzsora és zsarolás büntette miatt folyik nyomozás. A mai napon a Máté Szalkai járásbíróság nyomozási bírója egy hónapra 2017. március 10 napjáig elrendelte BR nyírpilisi lakos előzetes letartóztatását. Az eljárás azért indult ellene, mert különböző bűncselekmények gyanúja merült fel, így az uzsora bűncselekmény csalás büntette, illetve minősített zsarolás büntette. A nyomozási bíró úgy értékelte, hogy az előzetes letartóztatás okai közül a szökéselrejtőzés veszélye, az eljárás meghiúsításának veszélye, illetve a bűnismétlés veszélye is fennáll. Az előzetes letartóztatást elrendelő végzés nem jogerős, ellene a gyanúsított, illetve a védői fellebbezést jelentettek be. Adósságrendezési eljárást indított a képviselőtestület Szakolyban. Azért fordultak a bírósághoz, mert az önkormányzatnak akkora az adóssága, amelyre már nincs fedezetük. A közfoglalkoztatotti és közalkalmazotti bérek kifizetésével ismét késnek a településen. Erre már többször is volt példa 2016-ban. Fedezet hiányában késik a közalkalmazotti és közfoglalkoztatotti bérek kifizetése ismét Szakolyban. Ezek a felvételek még tavaly decemberben készültek, akkor az október havi kifizetések elcsúszott az önkormányzat. A polgármester közölte, hogy nem kaptak normatív állami támogatást a bérek kifizetésére, mert nem készítették el az éves pénzügyi beszámolót, illetve hibás volt a település könyvelése. Szakoly pénzügyi kiadásait végül 2014. januártól újra könyveltették, és most hétfőn a képviselők arról döntöttek, hogy önkormányzati adósságrendezési eljárást indítanak. 2016. augusztusában felfüggesztésre került a támogatás folyósítása, így az önkormányzatunk a közfoglalkoztatást saját forrásból finanszírozta. A normatív állami támogatást éppen ezért, mikor az adósságrendezési eljárás megindul, a Magyar Államkincstárnál nyitunk egy letéti számlát, és a normatív állami támogatást erre a letéti számlára kérjük utalni. Egy pénzügyi gondnok kerül majd kijelölésre a bíróság részéről, és a pénzügyi gondnok ellenjegyzésével történik minden pénzügyi utalás, illetve minden pénzügyi tranzakció. Az önkormányzat legutóbbi testületi ülésén felhatalmazták a polgármestert az adósságrendezési eljárás elindítására, amely az erről szóló bírósági végzés közzététele után indul. Az önkormányzatnak jelenleg már akkora az adósága, amelynek kiegyenlítésére nincs elég fedezete. A pontos összeg még nem áll egyenlőre rendelkezésünkre. Ezeknek az előkészítése van folyamatban. Az adósságrendezési eljárás megindításával állami támogatást szeretnénk igénybe venni, reorganizációs támogatás igénylése révén, valamint ilyenkor a jogszabály kötelezően előírja az önkormányzati vagyonértékesítést, tehát az önkormányzatnak rendelkezésére áll olyan vagyon, amelyet értékesíthetünk, akkor ez is bevonása kerül a szállítók, illetve a követelések kiegyenlítésére. Ezen kívül reorganizációs hitelt vehetünk igénybe, tehát a fennmaradó tartozások kiegyenlítéséhez. Szakolyban jelenleg 262 közfoglalkoztatott van. Február 28-ával 77 főnek megszűnik a munkavállalói jogviszonya. Baleset történt tegnap este a 403-as főútvonalon. Egy külföldi rendszámú autó feltehetően nagy sebességgel a 41-es út körforgalmához érve több kereszt táblát is kitört, majd szalagkorlátnak csapódott. Személyi sérülés nem történt, az anyagi kár azonban több millió forint. Költők egymás közt címmel rendezték meg Jónás Tamás és Kürti László estjét a Móri Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit.
Nagy lépés tehet a legjobb négy közé jutás felé vasárnap a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a férfi kosárlabda NB1B 16. fordulójában a tabellán velük azonos mutatóval álló budapesti Honvéd otthonában lépnek pályára. Három új játékossal a keretben az új edző Fogarasi Zoltán irányításával készül a bajnoki folytatásra a Máté Szalkai MTK labdarúgó csapata. Költők egymást közt címmel rendezték meg Jónás Tamás és Kürti László estjét Nyíregyházán a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A roma származású szerző versei, regényei születéséről, pályájáról mesélt az irodalom barátoknak, és kedves költeményeiből fel is olvasott. Jónás Tamás ózdi születésű költő, egy kis faluban Csernejben nevelkedett. Testvéreivel együtt nevelőintézetben töltött 2 évet, majd visszakerült a szüleihez. Ebből a környezetből lett felnőttként sikeres az irodalomban. Eszterházi Péter ajánlására kapott, nem sokkal első 2 kötete megjelenése után Herder ösztöndíjat, 2009-ben pedig arangos Egon díjat nyerte el. Elmondása szerint véletlenül lett költő, és véletlenül maradt az. Művei leggyakrabban negatív élményeiből fakadnak. Azokból az élményekből születnek, amik zavarnak. Hát abban biztos vagyok, hogy olyan élményből, ahol az ember teljesen önfelett, és nincs meg az az önreflexiója, hogy rálásson arra, hogy éppen mi történik vele, azokból nem születnek versek. De ha van egy kis döccenő, van egy kis hiba, akár boldogtalanság, akkor abból nyilván születnek. Mindig ott, ahol valami hiba vagy anomália van. Kürti László az elmúlt évben kezdte a beszélgetés sorozatot, melynek során Máté Szalkán és Nyíregyházán találkozik pályatársaival. A kortárs írók, költők, akik számára inspiráló a vidéki közönséggel való találkozás, örömmel fogadják Kürti László felkérését. Pályatársi figyelemmel vagyunk egymás iránt, és közben én nem főképpen nem akartam én kultúra szervező lenni, de aztán útközben valahogy ez megtalált ez a dolog, és legjobb fórum nekem is arra, hogy igazán jól tudjunk beszélgetni, csak egy dedikációs órán egymáshoz szólva néhány szót, vagy egy rövid kávéházi beszélgetésben merüljünk ki, hanem akkor a megye számára is azért úgy gondoltam, hogy fontos lenne és hasznos lenne, hogyha több ilyen lehetőséget kihasználva beszélgetéseket folytatnánk. Korábban Kemény István, Kokorelli Endre, Szabó T. Anna, Térei János voltak Kürti László vendégei, akik nem csak a felnőtt olvasókkal, hanem rendhagyó irodalomórákon a gimnazistákkal is találkoztak. Nagy lépés tehet a legjobb négy közé jutás felé vasárnap a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák a férfi kosárlabda NB1B 16. fordulójában a tabellán velük azonos mutatóval álló budapesti Honvéd otthonában lépnek pályára. 7 forduló van még hátra a bajnokság alapszakaszából, így most már minden mérkőzés kiemelt jelentőséggel bír a végső helyezés szempontjából. Fokozottan igaz ez a vasárnapi találkozóra, mivel a nyíregyházi csapat a Honvéddal azonos mutatóval 9 győzelemmel és 6 vereséggel áll a tabellán. Sitkó Ernő szakmai igazgató játékosként 6 szezon töltött a fővárosiaknál, így számára igazán ismerős a Dózsa György úti csarnok, ahová győzelmi szándékkal utaznak a kék cápák. Ha sikerül nyernünk náluk, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy már csak nagy hibával eshetünk ki a legjobb 4 közül, és mindenképpen ezt mi el szeretnénk érni. Természetesen ez jó hír, rossz hír, nem tudom pontosan eldönteni, mert általában a srácaimat egyelőre a teher nyomni szokta, és nem azt a teljesítményt szokták nyújtani a teher alatt, amit ők valóban tudnak. Éppen ezért nem igazán dimenzionáljuk túl ezt a mérkőzést, egy ugyanolyan mérkőzés, mint bármelyik másik bajnoki találkozó. Meg kell nyernünk, oda kell menni, és ha úgy játszunk, ahogyan azt a legutolsó mérkőzésen tettük, akkor nem is hiszem, hogy problémánk lehet. A két csapat őszi mérkőzését 8 ponttal nyerték a két cápák. A játékosként korábban Nyíregyházán is megforduló Puskás Artúr által irányított fővárosiak gyors, lendületes kosárlabdát játszanak. Hazai pályán erősek, egyetlen egy vereségük van, még a Miskolctól szenvedtek egy vereséget a szezon elején. Fiatal, hajtós, jól összerakott csapat. Itthon is nehezen tudtunk győzni ellenük. Idegenben is hasonló nehéz meccsre számítunk, de úgy érzem egyébként, hogy jó formában vagyunk. Az utóbbi meccseken kifejezetten jól játszottunk idegenben is, és ha igazából csapatként játszunk, és jó dobóformát mutatunk, akkor elhozhatjuk a győzelmet.
A budapesti Honvéd Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés vasárnap 16 órakor kezdődik. A forduló további párosítása a következő: Békés-Hódmezővásárhely, Salgótarján Tiszaújváros, Óbudai Kaszások Nagykőrös, Debrecen Miskolc és MAFSZ 2 Eger. Három új játékossal a keretben az új edző Fogarasi Zoltán irányításával készül a bajnoki folytatásra a Mátészalkai MTK labdarúgó csapata. Az együttes még három edzőmeccset játszik a február 25-én esedékes tavaszi rajtig. A felkészülés ötödik hetét zárja a Mátészalkai labdarúgó csapat. Fogarasi Zoltán heti 5 tréninget vezényel a játékosoknak, akik már túl vannak 5 edzőmeccsen is. Az időjáráshoz igazodva hazai környezetben, Szabadban és Teremben, valamint Nyírbátorban, a műfüves nagypályán gyakorolnak a játékosok. Az edző elmondása szerint abszolút elégedett a labdarúgók hozzáállásával, szinte minden alkalommal teljes volt a létszám. A csapat és a szakember túl van az ismerkedési szakaszon, és már körvonalazódik a rajton pályára lép kezdő 11 is. Meg kellett találnom néhány embernek a posztját, hiszen a korábbi elmondások alapján ugye nem mindenki játszott úgymond a helyén, de nyilván minden edző más, mindenki más elképzeléssel dolgozik. Én úgy érzem, hogy megtaláltam itt a játékosoknak a pozícióját, ez egy nagyon fontos tényező. Alapból nem volt gyenge ez a csapat, a legnagyobb erősítésünk az volt, hogy együtt maradtunk, és csapatjáték szintjén biztos, hogy előrébb léptünk már, egy újfajta játékot fogunk játszani. Annyiban újfajta, hogy az eddigiekhez képest, nyilván a labdarúgás rendszerében ez egyáltalán nem számít majd. Annak az edzőmérkőzéseink elég biztatóak, bár én mindig azt mondom, hogy puding próbálja az evés. Az eddigiekkel a játékosok is elégedettek, de ők is kíváncsiak arra, hogy tétmérkőzésen mire lesz képes a csapat. Jelenleg úgy minden megvan, de hát az a baj, hogy most még csak felkészülés van. Aztán éles helyzetben majd kiderül, hogy mink kell még esetleg változtatni. Talán a helyzeteinknek a nagyobb százalékban kihasználni a helyzeteinket, mert sok helyzetünk van, volt is az ősszel is, de keveset értékesítettünk. A szurkolóknak nem kell sok új arccal megismerkedniük tavasszal, mindössze 3 új játékos van a 19 futballistás számláló keretben. 2 ember távozott, a Körösi Norbert kapus, illetve a Kisoland sérülés miatt talán abba is hagyja, vagy máshol kezelteti magát, de ők távoztak a csapattól, 2 érkezőnk van, a Félegyházi Viktor kapusposzton, illetve a Barzó Gergő, őt mind védelemben, mind a támadó pozícióban lehet használni, egy elég univerzális játékos. Mi mindig még szeretnénk igazolni egy támadó típusú játékost, hát ez a pár nap, még hátra az átigazolási időszakból talán esélyt ad arra, hogy ebből legyen valami. Ha nem, akkor ez a 18, illetve 19-es keret, ugye egy ifistával bővült a keretünk, Gergely Mátét ide vettük, nagyon tehetséges, ügyes fiatal, helyi fiatal, fogékony a munkára, teszi a dolgát, nem szalad el a nehéz munka elől, úgyhogy vele mindenféleképpen egy főre bővült az alap 18-as létszámunk. A Mátészalkai MTK még 3 meccset játszik a tavaszi rajtig. Vasárnap a Nyírgyulaj, a jövő héten pedig a Nagybánya és a Rakamaz ellen lép pályára Fogarasi Zoltán együttese. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A jégtorlódás miatt továbbra is harmadfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a Felső-Tiszán. A folyó tegnap Záhonynál tetőzött, jelenleg a Zsurk-alatti folyó szakaszon van érvényben a legmagasabb készültség. Közben rosszabbodott a belvízhelyzet is. Országosan több mint 40 ezer, a Felső-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság működési területén pedig 5500 hektár áll víz alatt. Hamarosan elkezdődhetnek a kátyúzási munkálatok. Csak a Magyar Közút 13,500 tonna kátyúzó keverék beépítését tervezi idén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A téli ideiglenes burkolatjavításokat csak száraz felületen és 0 Celsius fok felett végezhetik a szakemberek. A tartósabb kátyúzási munkálatokra, azaz a meleg kátyúzó keverék beépítésére tavaszig várni kell. 30 éve nem volt olyan mély fagy a talajban, mint idén. Egyes helyeken a 90 cm-t is elérte, ami megölhette a kártevőket. Az őszi kalászosoknál most a hirtelen felmelegedés jelenthet problémát. Akkor nem lesz komoly kár, ha a hőmérséklet fokozatosan emelkedik. A Kölcsei Televízió híradóját látták február 10-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfő este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat elérhetik weboldalunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!
Folytatódik a csendes téli időjárás. A Kárpát-medencében szombat estig lényeges időjárás változás nem várható, azonban a magasabb légrétegekben már kissé szárazabb léghullámok érkeznek fölénk, így napsütésre is számítani lehet. Az éjjel közepesen és erősen felhős területek egyaránt lehetnek, néhol hószálingózás, ónos szitálás sem kizárt. Hajnalra foltokban köd képződik, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában mínusz 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben közepesen és erősen felhős időszakok váltakoznak, jelentéktelen hószálingózás, ónos szitálás még előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 4 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A következő napokban is marad a csendes idő, változó felhőzetre számíthatunk, számottevő csapadék nem valószínű. A jövő hét közepén naposabb időre van kilátás, azonban éjszakánként több helyen képződik köd, ami néhol napközben is tartósan megmaradhat. Éjjel fagyokra, nappal plusz 5 fok körüli hőmérsékletekre van kilátás. Már jól észrevehetően hosszabbodnak a nappalok mostanában, nagyjából 3 percet minden egyes nap.